Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi Atyától és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 90. Zsoltárnak az első verszakát. A 90. Zsoltárnak első verszakát énekeljük el, amely egyébként kezdődik. Te benned bíztunk elejétől. Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy körül és igaz Istenben. Kedves testvéreim, most odolvassam egyházunk hitvallásának a Heidelbergi Kátrinak a mai napra vonatkozó tanítását, Isten törvényéről, a 10 parancsolatról. Mit akar Isten a 9. parancsolatban? Az, hogy senki ellen hamisan ne tanúskodjam, szavát ki ne forgassam, ne rágalmazza, hitelét ne rontsam, meghallgatása nélkül könnyelműen el ne ítéljem. Ha Isten haragját magamra vonni nem akarom, kerüljem a hazugságot és a csalást, mint az ördög mesterkedéseit. A törvény előtt és más hivatalos eljárásban az igazságot kedveljem, őszintén kimondjam és megvalljam fele barátom tisztességét, és jó hírnevét pedig tőlem telhetően ne oldalmazzam, és előbozdítsam. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét, úgy, ahogy az írva található a Krónikák második könyvében, Krónikák második könyvének második fejezetében, a 4. verstől terjedő igeszakaszban. A 4. verstől a 10. versig így szól Istenünk kijelentett szava. Én, az én Uram Istenem nevének akarok házat építeni, hogy néki szenteljen, és abban füstölő szerekkel jó illatot gerjesszek, hogy folytonosan szent kenyerek álljanak előtte, és minden reggel és este égő áldozatok áldozzak szombatnapokon, az új holnap napjain, és az Úrnak, ami Istenünknek szentelt ünnepeken, melyeket örökké kell cselekedniük az izraeliták. A ház pedig, amelyet építeni szándékozott, igen nagy lesz, mert a mi Istenünk nagyobb minden istenekké. De kinek volna annyi ereje, hogy néki házat csinálhatna? Az ég és az egeknek egei őt be nem foghatják, és ki vagyok én is, hogy néki házat csinálhassa, hanem csak jó illatot tegyen abban őrülte. Most azért küldj hozzám tudós mesterembe, aki tudjon készíteni aranyból, ezüstből, részből, vasból, bíborból, karmazsinból és kék bíborból, aki tudjon metszéseket megtenni az én mesterembereimmel együtt, akik Júdában és Jeruzsálemben vannak, akiket az én atyám Dávid szerzett. Annak felette küldj cédrusfákat, fenyőfákat és édenfákat a Libanonról, mert tudom, hogy ez a szolgái tudják vágni a Libanonnak fájuk, és ímét az én szolgái és a te szolgáival lesznek. Hogy készítsenek nékem sok fát, mert a ház, amelyet építek, nagy és csodálatos. És én a munkásoknak, a favárókat, a szolgáinak adott 20.000 déka csíklai húzát, és 20.000 déka árpát, 20.000 pár volt, és 20.000 pár olajat. És még a 3. fejezet első verset felolvassam. Elkezdi építetni Salamon az Úr házát Jeruzsálemben, a Móriá hegyén, mely Dávidnak, az ő atyának megmutathatott azon a helyen, melyet készített fel a Dávid, a Jeruzsálemus ormány. Isten áldja meg az ő igényét is, ennek magyarázni. A gyermekeket most elegyél, a gyermek Isten tiszteletnek. Ti pedig jöjjetek testvéreim fennállva, emeljük a szívünket a mi Urunkhoz is. Imádkozzunk! Lélekben és igazságban tudunk téged tisztelni.
a te fiadért, Jézus Krisztusért, hiszen ő az, akit elküldtél, ő az, akin keresztül megismerhetünk téged, és ő az, akin keresztül vezet a mi útunk te hozzá. Kérjünk, Urunk, hogy a mai napon is hadd ismerjük meg őt is, és téged is minél jobban. Hadd ismerjük meg téged, Urunk, Szent Háromság Isten. Hadd lássuk a te dicsőségednek nagyságát. Urunk, hadd lássuk a te kegyelmednek és szeretetednek a mélységét. Kérjünk, hogy szólíts meg bennünket, és taníts a te szent ígédből bennünket. Ne hagyd, hogy úgy menjünk haza, ahogyan jöttünk, hanem tőled nyerhessünk hitet, bölcsességet. Kérünk, hogy így áld meg Isten tiszteletünket, a te nagy nevedért. Amen. Most ige hirdetésre készülve énekeljük a 153. dicséretünket. 153. dicséretünket énekeljük el egyetlen verszakával. 153. dicséretünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, aki téged, élő igaz, egy Isten megismer. De szívélyesek valánk ti közöttetek,
amiket a dajkának adja az ő gyermekeit. Így felbúzulva irántatok, készek van közleni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteink ki lettetek népünk. Emlékezhettek ugyanis atyám fiai, a mi fáradozásunkra és bajlakodásunkra, mert éjjel-nappal munkátokba hirdettük nétek az Isten evangéliumát, csak hogy senkit meg ne terheljük közületek. Ti vagytok pedig bizonságok és az Isten, milyen szentül igazán és felhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. Valamint tudjátok, hogy miként az Atya az ő gyermekei, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat. És kérdek értünk, hogy Istenhez nélkülön viseljétek magatokat, aki az ő országában is dicsőségére hív titeket. Ugyanezért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti, befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amit a valósággal az is, hogy munkálkodik és ti bennetek, akik hisznek. Kedves testvéreim, a mai nap egy örömteli és ünnepi nap, hiszen ma kerül átadásra Keresztes vagy Antalnak a szobra és a róla elnevezett tér is, és Keresztes vagy Antalnak sokat köszönhetik a kisteleti református gyülekezet, hiszen ő volt az, aki a rendelkezésükre bocsátotta és halála után rájuk is hagyta a saját tulajdonában álló házat, hogy ez a ház imaházként szolgálhasson. És évtizedekig azon a helyen zajlottak az Isten tiszteletek, most pedig ez az új templom állhat ki. Erről emlékezhetünk meg mi is. De persze nem Keresztes vagy Antalról szeretnék ódákat zengeni, hiszen Isten megmondta, hogy én vagyok az Úr, ez a neve, a dicsőségemet nem adom másnak, sem dicséretemet a bábányoknak, tehát semmiképp sem a szóval, sem az ember magasztalásáról van szó. Helyette az Úrért hozott áldozatoknak az áldozat következményeiről szeretnék ma beszélni. A Bibliában több helyen megfigyelhető ez a jelenség, hogy valaki áldozatot hoz az Úrért, és ebből mások számára, az utódai, a gyermekei, vagy esetleg egy közösség számára áldás származik. Ilyen áldozat volt az, amit először felolvastam, amikor Dávid király előre megtervezte a jeruzsálemi templomot. Rengeteg anyagot beszerezett hozzá, maga Dávid nem építette meg, Isten nem engedte meg neki, de Dávid ezt nem sértődött meg, nem zavarta, még azt sem, hogy ő már nem fogja látni a templomot, akkor is mindent megtett azért, hogy ezt majd felépülhesse. És amikor a fia Salamon lett a király, akkor valóban munkában is láttak, és elkészült ez a monumentális épület. És a templom szentelésére összegyűlt az egész nép, együtt tisztelték az Urat, Salamon imádkozott, és Isten dicsősége betöltötte a templomot. És ráadásul nem csak ez az egy pillanat volt magasztos, hanem Salamon uralkodása alatt végig jólét, gazdagság, felvirágzás, valamint jó erkölcs és igaz Isten tisztelet jellemezte az országot, mert az Úr megáldotta őket lelki és anyagi áldásokkal is. És mindenben nagyon fontos szerepe volt annak az áldozatnak, amit Dávid hozott, annak az anyagi felajánlásnak, hiszen abból és az alapján építkeztek. Dávid áldozathozatala Salamon és a nép számára is áldássá lett. És egy nagyon hasonló összefüggésről írik Pál apostol az első tesszalonikai levélben. A második fejezetben emlékeztető a tesszalonikai gyülekezetet azokra az áldozatokra, amiket ők hoztak értük, amelyeknek a következménye szintén áldás lett. Itt nem feltétlenül anyagi növekedés, hanem lelki gyarapodás történt. Pár áldozathozatala hozzájárult ahhoz, hogy Tesszalonikában emberek hitre jutottak, létrejött egy kis gyülekezet, ez a gyülekezet megerősödött, és ez a közösség ott az Urat képviselte, és erősen álltak a hitben, ahogy ezt mondja Pál. És ezért nekünk is lehet, sőt kell is emlékezni azokról, akik áldozatot hoztak értünk, akiknek köszönhetően áldást örökölhetünk az Úrtól. Mert ilyen emberek vannak jócskán, ilyenek az első keresztények, ilyenekre tekinthetjük a reformátoraikat, akik a szabadságunkat, az életüket is kockára tették azért, hogy az evangélium üzenetét képviseljék, hogy ezt megtisztítsák, és ide sorolhatjuk ilyen emberek közé, akikre emlékeznünk kell, Keresztes vagy Antalt is, hiszen az ő adakozása, ez is áldássá lett a mi életünkben. És
Felmerül az a kérdés, hogy miért hoztak ezek az emberek ilyen jellegű áldozatokat másokért. Hogy lehet, hogy nem a maguk boldogulása, nem a saját gazdagságuk volt a fontos a számukra, helyette olyan dolgokba investáltak, amiből ők maguk nem igazán profitáltak. Az biztos, hogy ezek az emberek nem magukat tartották szem előtt. De még az is kiderül, hogy még csak nem is elsősorban más ember. Az igéből kiderül, hogy a lelki személyek előtt az Úristen volt. Ő rá tekintettek, és az iránta való lelkesedésük, az Úrért való égő odaadás, égő odaszállás miatt hozták ezeket az áldozatokat. Itt a felolvasott igében Pál többször is kiemeli, hogy az Istenért végeztek mindent. Istenben volt bátorság, mondjuk Pál. Istennek a tetszését keresték, nem az emberi. Isten a bizonyság, mondjuk Pál. Isten vissza ránk az evangélium üzenet, és azt írja. Az Urat tartották szem előtt, de akkor az a kérdés, hogy miért égtek ennyire az Úrért? Hogy ennyire ő rá tekintette? És erre is megadja a Szentírás a választ. Mert az ő áldozatoknak az alapja, az Istenért hozott áldozatok alapja, az Isten evangélium. Így mondja Pál. Itt a felolvasott igeszakaszban is lépten nyomon oda lyukat ki, arra hivatott, hogy az Isten evangélium. A második vers szerint ahhoz volt bátorságuk, hogy hirdessék az Isten evangélium. A negyedik vers szerint Isten rájuk bízta az evangélium. A nyolcadik versen készek voltak közölni, átadni mindent, az Isten evangéliumát is, még a maguk lelkét. És a kilencedik vers szerint éjjel-nappal munkálkodva hirdették Isten evangéliumát. Sőt, még ide lehet venni az utolsó versben, amit felolvastam, a 13. versben szerepő Isten beszéde kifejezést is, mert az is ugyanerre utal, amit Isten mondani akart az embernek. Ez az öröm. Pál apostolnak és a többi hívő embernek is a lelkesedése, az Úr iránti odaszállása az abból fakad, megértette és elhitte az evangéliumot. És ez megváltoztatta az ő életüket. Az Isten megbocsátotta az ő bűneiket, hiszen az evangélium ezt az örök hírt akarja, hogy Isten megfigyelmez az embert. Az a szent és tökéletes Isten, akinek a kezében van minden hatalom, rátekint az emberekre, akiket alkotott, és azt látja, hogy mindenki elhagyott tőle. Senki nincs, aki magától az Urat keresni, vagy az Úrnak az akaratát. Vagy azt esetleg be is tartaná. Nincs olyan ember, aki betartaná Isten törvényét, a 10 parancsot. Nincs olyan ember, aki ne szegte volna meg, és nem csak egyszer, hanem újra és újra azt, amit Isten megtilt. Az embereknek az nekünk nem Isten az első, aki az életünk. Pedig ez az első parancs. Másban jobban bízunk, mint az Úr. A nevét sokszor hiába is kimond. Nyugalomnak járva. Elfeledkezünk. Mindenféle egyéb dolgot tudunk csinálni, ahelyett, hogy megszentelnénk és Istennek szánálkozunk. És akkor még nem is beszéltünk a szülők tiszteletéről, hiszen ki nem veszett volna össze, vagy ki nem akacskodott volna legalább gyerekként a szülőkkel, a harag, a hűtlenség, a hazugságok, ezek mind olyan dolgok, amiket a 10 parancsolat tilt, és ezek minden napinak mondhatóak az emberek és a mi életünkben is. És ezek alapján mi Isten ítéletére lennénk méltó, mindannyiunk. Jogos, hogyha Isten haragszik rá. És nem, hogy az áldását nem érdemeljük meg, hanem a halál és a kárhozatot érdemelnénk itt tőle. És hogyha ezzel tisztában vagyunk, akkor látjuk meg, hogy milyen nagy dolog az, hogy nem sújtott még le az Úr rá. És nem csak türelmes és késleltő a haragját, hanem kegyelmes is. És ebben áll az evangélium üzenete. Isten azért küld el az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy megváltson az ítélet alól. Jézus emberi testben született meg, hogy az emberek bűneit vegye magán, és azokat vigye fel a keresztfára. És Jézus a Golgota hegyén értünk áldozta föl magát. Azt a büntetést hordozta el, amit mi érdemeltünk ki. Ő érte az ítélet azért, hogy minket felmentsen, hogy mi nekünk amnesztiát hirdessen. Jézus véréért az Atya megbékél velünk. Nem haragszik ránk, hiszen Krisztus kiírta a haragnak a poharát. Jézus érdeméért a bűneinket, bocsánatot kaphatunk, hogyha hiszünk benne. Ez az evangélium üzenete, és Dávid, és Pál, és a többiek ezt hitték. Hogy ezért mondja Dávid például az egyik zsoltárában, boldog az, akinek a hamissága megbocsátott. A vétke elfeledkezett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. És mivel ezt hitte Dávid,
ezért hálából áldozott az Úr, ezért készített előadásomnak a készítését, vagy az ahhoz szükséges dolgokat. És Pál apostol is ezt hitte, ezért lett belőle az egyik legkevesebb keresztény üldözőből, mikor elhitte az evangélium üzenetét, úgy lett belőle az egyik legnagyobb prédikátor, legnagyobb misszionárius. Az ő meghozott áldozataiknak az alapja egy másik áldozat volt. Az emberi áldozatot megelőzte az Isten áldozata. Az az áldozat, amit Isten hozott értünk és érti is. Jézus Krisztus áldozata és az abból fakadó bűnbocsánat, a kegyelem volt az, ami arra sarkalt ezeket az embereket, hogy ők is valamiféle áldozatot hozzanak az Úrhoz. És ezzel rá is térünk arra, hogy milyen konkrétumokban jelentkezett Pálnak az áldozat készsége. Az látszik egyből, hogy Pál és a többi apostol célja az volt, hogy tovább adják azt, amit ők is úgy kaptak. Itt a 6. percben buzdításról beszél. Az evangéliumról, amit Isten rájuk bízott. Ők ezt akarták továbbítani. Minél több ember felé az evangélium üzenetét, és ennek érdekében, hogy az evangélium minden emberhez eljuthasson, vagy minél több emberhez eljuthasson, ennek érdekében minden megtettek. Volt, amikor háborúság, bosszúságot kellett elszenvedni, mint Filippiben. Pál azt írja, hogy Tesszalonikában is tusakodással, küzdelemben járt az evangélium hirdetése. Fáradtságos és odaadó munkát fektettek bele, olyan fáradtságos és odaadó munkát, mint amilyen fáradtságos szülők dolga a gyermekeikkel. Ezért tudjuk, hogy mennyi figyelmet, mennyi türelmet, mennyi önfeláldozást igényel a gyermek, és ugyanúgy viszonyul Pál apostol a tesszalonikai gyülekezetet. Ezért mondja, hogy mint a dajkát, úgy dajkálgattunk titeket. Meg az apai intéshez, az apai buzdításhoz is hasonlítja az ő szolgálatot. Ezt mondja, hogy emlékeztettek atyám fiai, ami fáradozásunkra és bajlakozásunkra, mert éjjel-nappal munkálkodva hirdettük nektek az Isten evangéliumát. Csak hogy senkit meg ne terhelni közöttetek. És az, hogy nem akartak senkit megterhelni, ez konkrétan azt jelentette, hogy a gyülekezeti szolgálat mellett, az ige hirdetés és a tanítás mellett Pálék még másodállásban dolgoztak, hogy saját magukat el tudják tartani. Pál sátor készítőként gyakorolta a civil foglalkozását, ami nyilván sok idő, sok energiát felenésztett, és még emellett szorgoskodott ő a gyülekezetbe. Mindezt azért, mert nem akart, hogy ez az éppen létrejövő és az éppen épülő közösség ez hátra szenvedje, nem akart, hogy az a közösség anyagi helyzetétől függjön azt, hogy hallják-e ezek az emberek az evangéliumot. Sőt, Pál azt mondja, hogy az evangélium mellett még a saját lelkeket is készek voltak átadni neki. Testestül, lelkestül odaszánták magukat az Úr szolgálatára. És az eredmény nem maradt el. Ez a tesszalonikai gyülekezet az apostolok áldozatán keresztül Isten áldását örökölték meg. Egy stabil, erősítő gyülekezet jött létre, ahonnan tovább hangozhatott Isten igéje, az evangélium. Vigasztalás keletett másra. Nem volt hiába való az odaszállás, mondja Pál, és amit hozzátok való menetelünk, nem volt hiába való. Pál és a társai komoly áldozatokat hoztak az életükben. Lemondásokkal, erőfeszítésre, megpróbáltatással járt az, hogy tovább akarták adni azt, amit az Úrtól kapni. Sokszor megaláztatás jutott neki. Volt, amikor börtönnel, volt, amikor üldözéssel, vagy akár halállal is szembe kellett nézni. De nem riadtak vissza, megtették. Mert tudták, hogy Isten nagyobb áldozatot hozott értük. Tudták, hogy Jézus magát adta értük, és ezért ők is készek voltak áldozatot hozni, azért, hogy Isten felmentő kegyelmének az örökére minél több emberhez eljuthasson. Itt a fejezet elején megemlíti, hogy Filippi városában is voltak. Ugyanebben a célból. Aztán Tesszalonikában is elértek. Szintén azért, hogy Isten kegyelmének az örökhírét hirdessék. Sőt, a Biblia más helyén olvashatunk róla, hogy számtalan városon megfordultak, mindenhol erről beszéltek, mindenhol Jézus szabadítását hirdették. És Pál, igaz, hogy fogságban, de még Rómában is eljutott, ami az akkori világ közepét jelentette, annak számára. És mindenhol Jézus volt egy bizonyság. És nem csak Pál, hanem az azóta élő többi hívő ember is ebben a sorban tartozik, ide tartozik. Az ő odaszállásoknak, az ő áldozat készségüknek köszönhetjük azt is, hogy mi ma itt lehetünk. Mert áldozatkész emberek őrizték meg a hitet, ők képviselték az evangéliumot, áldozatkész emberek fordították magyar nyelven a Bibliát, hogy olvastassuk és értessük, áldozatkész emberek adakoztak, hogy legyen imaház, legyen templom,
látjuk, hogy elindul egy folyamat az Úrtól, Istentől, aki maga áldozatot az értünk, és áldozatkész embereken keresztül még több emberhez elérkezik Istennek az áldása, és így jut el hozzá. És ezzel el is érünk ahhoz a kérdéshez, hogy mihez kezdünk mi az örökölt áldással. Hogy fogadjuk mi ezt? Hogyan fogadjuk hitbeli elődeinknek az áldozat készségét? Hogyan fogadjuk Jézus Krisztus önfeláldozását és az ő emésztelő halálát? Hittel ragad meg. Hittel fogadd el, hogy Jézus érted is elegette. Isten az ő országába és dicsőségébe hív minket is, úgy, ahogy Pál mondja a Tesszalonika beléjeket. Oda hív, hív. És mi is itt ebben a gyülekezetben is kérve kérünk titeket, hogy Istenhez véletlen van, viseljétek magatokat. Térjetek meg a korábbi hiába valóságokból, térjetek meg a bűnökből, forduljatok el a rossztól, és forduljatok oda, ami megbocsátó Úrunkhoz és Istenünkhöz. Kérünk titeket, hogy úgy fogadjátok az Istennek általunk hirdetett beszédet, mint Isten beszédét, ahogy mondja Pál. Nem azt, amit én mondok, ami az én fejemből használ ki, hanem amit az ige mond, amit a Biblia ír. Ezért beszélünk itt a Bibliáról, ezért magyarázom azt. Mert Isten beszédét akarom én is eljutatni minél több emberhez, hozzá. Mert ezáltal munkálkodik bennetek, akik hisztek, mondja Pál. És ha hisztek, akkor rátok is igaz ez, hogy nem volt hiába. Akkor nem volt hiába való. És ránk Istenekére is igaz lehet, hogy nem volt hiába való az az áldozat, amit értünk meghozta. Az adomány elérte a célját, és most is Isten örömhíre csendülnek ilyen helyen. És az az zárul, hogy az Úr nagyon komoly felelősséggel bízott meg. Mert nem csak azért felelünk, hogy másoknak az áldozat készségét nem tesszük-e hiába valóvá, hanem azért is felelősséggel tartozunk az Úrnak, hogy tőlünk mit fognak örökölni, majd az utódai. Nem csak a gyermekeink, hanem azok, akik itt lesznek utána, a jövő generáció. Ez az ige azzal buzdít, hogyha mi is készek vagyunk áldozatot vállalni az Úrért, azért, amit ő tett értünk, akkor az erőfeszítésünk, a szolgálatunk, az adományunk, az imádságunk révén mások is áldás örökölhet. Ezt vagy meglátjuk, mint a Pálit meglátták Tesszalonika belé gyülekezete, vagy nem éljük meg és nem látjuk meg, mint a Dávid sem láthatta meg a templomot, de biztasson minket Isten igéje, ahol azt mondja, szerelmes atyám fiam, erősen álljon, mozdíthatatlan ő, buzgolkodva az Úrnak dolgában mindenkor, tudva, hogy a munkát nem hiába való az Úr. Legyen ez egy közöttünk is így. Testvéreim, most jöjjetek fennállva, hogy hagyjuk meg fegyőre, imádkozzunk. Urunk Istenünk, hadd dicsőítsünk téged azért, mert te vagy az, aki az első igazi áldozatot meghoztad, miértünk emberekért. Dicsérünk téged, Urunk, azért, mert kegyelmes vagy, mert nem fordultál el tőlünk bűnös emberektől, hanem legdrágábban is odaadtad értünk a te fiadat. Dicsérünk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél a földre, hogy önként feláldoztad magadat érettünk. Köszönjük, hogy a mi bűneink büntetését vetted magadra a Golgotai kereszt alá, és nekünk szereztél engesztelést, a te drága véredet. Urunk, kérjük, hogy add, hogy hittel tudjuk ezt megragadni, hittel tudjuk fogadni azt a kegyelmet, amelyet te felkínáltál számunkra. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk a te kegyelmedben meggyökerezni, megmaradni, és hadd ébredjen a mi szívünkben is irántad való hála, hogy oda számhassuk a mi életünket a te szolgálatodra, és így mások javára is. Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy a te gyermekeid mindenkor itt voltak közöttünk is, hogy hozzánk is elérhetett a te igéd, elérhetett a te kegyelmednek örömhíre. Megismerhetjük a te felmentő szeretetet, Urunk, hiszen hozzánk is embereken keresztül jutott el. És kérünk, hogy add, hogy ez az üzenet, ez bennünk élő hitet ébresszen, és hogy mi is tovább tudjuk adni, úgy, ahogy ezt ránk bíztad. Kérünk, Urunk,
hogy áld meg közösségünket, áld meg gyülekezetünket, hogy valóban téged tudjunk képviselni, téged tudjunk szolgálni. Kérünk, hagyj a mi szívünkben áldozatkészséget, hogy ne a saját érdekeinket, gazdagságunkat, boldogulásunkat tartsuk szem előtt, hanem tudjuk a te országodat szolgálni, a te akaratodat tenni, téged tudjunk képviselni. Így kérünk a gyermekekért. Köszönjük, hogy közöttük is szól a te igény. Kérünk, hogy munkálkodj az ő életükben. Hadd bízzuk őket te el. Urunk, könyörgünk a fiatalokért. Könyörgünk a családokért. Tartsd meg őket a te kegyelmedben és szeretetedben. És könyörgünk, Urunk, az idősekért, a betegekért. Légy az ő erősítőjük, légy az ő gyámolítójuk. Add, hogy semmilyen nehézség, próbatétel vagy szenvedés ne szakíthasson el bennünket te tőle. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a mi könyörgésünket. Legyen áldott ezért a te nagy neved. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenvedessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Él az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindenkor. Végességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fethetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztusnak eljövetelén. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Foglaljunk helyet testvéreim, és tanuljunk a gyülekezetünk hirdetését. Kérdetem először is, hogy a Isten tiszteletünk után a program folytatódik kint a téren, tehát mindenki szeretettel hívunk és várunk szeretettel Antal szolgálnak a leletlezésére, bemutatására. Illetve hirdetem a gyülekezetünknek az alkalmait. Minden vasárnap 11 órától várunk szeretettel mindenkit az Isten tiszteletre. Kedden lesz konfirmációs előkészítés. 5 órától, szerdán pedig 17:30-tól írja a óra. Ezeket mindenki szeretettel hívunk és várunk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Most záró énekünket énekeljük el a 467. dicséretünket. 467. dicséretünket énekeljük el mind az 5 versszakával. 467. dicséretünk így kezdődik. Mi jó a bűntől már szabad. Úr szolgálat.